további lépésre szánta el magát tegnap az Európai Unió az egyre kezelhetetlenebb problémát jelentő migrációs válsággal kapcsolatban. A külügyminiszterek, köztük Szijjártó Péter, korábbi döntésekhez kapcsolódóan arról határoztak, megkezdik a felderítést a Földközi-tengeren, hogy a tagországok megalapozott érvekkel fordulhassanak azután az ENSZ biztonsági tanácsához. Magyarország egyben azt kezdeményezte, a migráció ügyében ne csupán a máltai fővárosban tartsanak idén ősszel nemzetközi konferenciát, mégpedig a Földközi-tengeri helyzet áttekintésére, hanem rendezzenek Budapesten is értekezletet, amelyen megvitatnák a nyugat-balkáni migrációs útvonallal kapcsolatos problémákat, közölte Szijjártó az MTI jelentése szerint. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a vendégünk a téma kapcsán. Jó estét kívánok! Kezdjük csokolom! Annyit tudhattunk biztosan egészen mostanáig, hogy arról döntöttek az Európai Unió külügyminiszterei, hogy újfajta eszközökre, módszerekre, metódusokra van szükség az illegális bevándorlókkal szembeni fellépés kapcsán. Történetesen azt mondták, hogy hadihajókat is be kellene vetni. Arról volt szó, hogy ezek a hajók, ezek a járművek már jövő héten megkezdhetik a munkálatokat. Ezzel szemben, mivel ugye mi megkezdtük a beszélgetést már kamerákon kívül, ön azt mondta, hogy hát ez korán sem így van, mert hogy mintha riadót fújtak volna, és azt mondták volna, hogy hát ez mégsem működhet. Miért? Az olasz miniszterelnök azt mondta, hogy három lépcsős terv kell. Az első lépcső, hogy műholdról, hajókról, repülőgépekről hírszerzést kell folytatni, hol milyen erőkkel próbálnak ezek a embercsempészek embereket behajózni és Európába kitenni. Ebben megállapodtak. Ez önmagában abszolút szép, de a világon semmi jelentősége nincs. A második lépcső, hogy az embereket le kell hozni a hajókról, és ezeket a hajókat el kell sülyezteni. Ebben a percben azt mondták, hogy ez lehetetlen, mert ehhez ENSZ felhatalmazás kell, és az oroszok és kínaiak nem mondják meg. A harmadik lépcső, hogy Líbiából partra kell szállni ezt a három korrupt, alkalmatlan kormányt, amelyek közül egyik nyíltan az iszlám államnak dolgozik, el kell zavarni, erre pedig az volt a válasz, hogy ez lehetetlen, mert ez vagy az kéne, hogy Líbia behívja őket, nincs az a kormányom még azért bejük, hogy engem elzavarjanak, vagy ENSZ felhatalmazás kellene, amit az oroszok és kínaiak hold biztos, hogy nem adnak meg. Tehát megint ott tartok, hogy az Európai Unió kidolgozott egy csodálatos szép terve, egy gyönyörű, és közli, hogy nem lehet végrehajtani, a háromból az első lépcsőt csinálják meg, megszerzem az adatokat, és nem tudok vele mit kezdeni, ez szörnyű. Tehát lényegében nem jutottunk előrébb, talán csak annyiban, hogy az Európai Unió ez idő alatt megszavazta a költségvetésének a bővítését is, és ugye azt mondta, hogy több pénz jut majd a migránspolitika kezelésére. Ez önmagában elegendő? Mert nem. Hogy a másik részről azt látjuk, hogy folyamatosan, mint hogyha egyre erőszakosabbá válnának ezek a bevándorlók. Hát elnézést kérek, azért egyszer mondjuk ki, hogy jelenleg ott tartok, hogy Afrikából üzölnek ide a bevándorlók. Jelenleg a bevándorlás egy hullámánál vagyok. Sokkal többen fognak jönni a bevándorlás útonnal, a Földközi-tenger és a Balkán. A törökökkel a kapcsolatunk most már folyamatosan romlik. Ez alatt a Európai Uniót értem. Tehát föl kell készülni arra, hogy őrületes számú menekült jön ide. Jelenleg Macedóniából napi 3000 ember szeretne idejönni, erre sem vagyunk fölkészülve. Ráadásul ugye a macedónok törvényt is módosítottak, amivel kedveznek nekik. A macedónok olyan törvényt módosítottak, hogy semmilyen egészségügyi ellátást nem kaphatnak, 3 napon belül el kell hagyni Macedóniát, stb. Ha mi fölhúzzuk a falat, akkor a teher a szerbekre hárul. A szerbek egyet tehetnek, hogy lezárják a macedón határt. Ettől kezdve a macedónoké a felelősség, hogy miért engedték be ezeket az embereket. Tehát rendkívül nehéz a helyzet. Na most nekem nagyon fura az, hogy az Európai Unió csodálatos értekezleteket tart. Hihetetlen, konstruktív, elvileg. És a gyakorlatban nem történik semmi. Viszont ugye azt látjuk, hogy mivel ön azt mondja, hogy gyakorlatban nem történik semmi, talán a tekintetben mégiscsak történik valami, hogy minden egyes tagállam felismeri azt, hogy a saját kezébe kell vennie az irányítást. Kényszerből. Mert hogy Róma ugye azt mondja, hogy akár hogyha nem segítenek nekik, nem kapnak plusz támogatást, akkor rászabadítják a menekülteket Európára, és ha már a szerbeket említette az imént, ugye ez történt egy megállapodás a szerbek és a magyarok között, történetesen közös határrendészeti és bűnügyi fellépésről döntöttek, ez hozhat előre lépést? Ez azt jelenti, hogy valamely
amelyest hozhat előrelépés. Na most azért annyit látni kell, hogy az embercsempész bandák horribilis pénzt, euró milliárdokat keresnek, tehát nem piti milliókat. Ez azt jelenti, hogy abba a percben, hogy a magyar kormány bejelenti, hogy falat épít, abba a percben ők alternatívákba gondolkodnak, ilyen alternatíva a Bosznia, Horvátország és Románia. Igen, de abba a percben, ha ő Bosznia felől tovább megy, vagy Horvátország felől tovább megy, attól kezdve nem én vagyok, mint Magyarország Schengen külső határa, hanem adott esetben a horvátok, vagy adott esetben a szlovénak, vagy adott esetben az osztrákok. Tehát az a elképesztő kiadás, amit idézőjelben megkaphatunk, hogy visszaküldik a menekülteket, és a németek és osztrákok az elmúlt hetekben, hónapokban sorban visszaküldték az albánokat, hogy albán politikai menekült nem lehet. Tehát olyan fokon megtelt Európa is, egyszer mondjuk ki, ezeket a menekülteket úgy szedik össze Fekete-Afrikába, hogy közlik velük, hogy állást kapnak, gyönyörű lakást kapnak, és luxus kocsit kapnak, és ide jönnek ezek a szerencsétlenek, és nézik, hogy semmi nem stimmel. Persze, bárhova jó lenne egy kiváló gyerekorvos, aki jól tud angolul, de nem az a képzetlen embertömeg, amelyik ide jön, és csak idő kérdése, hogy radikalizálódik, nem tud más csinálni, hiszen nem találja a helyét egy olyan Európába, amelyik a 2008-as világgazdasági válságból mindáig nem tud kitörni. Viszont ha már a radikalizációt említi, nagyon sokan arra is felhívták a figyelmet a földközi tengeri áradat kapcsán, hogy itt bizony akár az iszlám állam katonái is beszivároghatnak. Kellettől tartani? A válasz az, hogy elvileg igen, gyakorlatilag ezen emberek döntő része nem az iszlám államtól jön, nyilván van köztük ilyen. De a második, harmadik, negyedik generációsok, akik itt élnek és nem találják a helyüket, ők radikalizálódnak. Én azt mondtam, hogy két lépcsőbe kéne a megoldás. Az egyik az, hogy a migránsokat kizárni. Ez szörnyű nehéz. Eldönteni, hogy ki kell, ki nem. Körülbelül egy hete azt mondta Seehofer, bajor miniszterelnök, hogy hozzuk létre a táborokat Észak-Afrikába, ahol nyugodtan ezeket az embereket megvizsgáljuk. Oké, de a 95%-ok az életben nem lép be Európába. A másik pedig az, hogy aki már itt van generációk óta, és nem tudott integrálódni, azt pénzzel el kell intézni, hogy a lakása, a munkahelyi lehetőségei, a gyerekének az oktatása valóban följön a francia, német, dán egyéb szintre. Azért annyit látni kell, hogy egész Európa radikalizálódik. Dániába a második helyen bejött az a párt, amelyik a migránsok ellen van. Ugyanezt látom Svédországban, ugyanezt látom Európa szinte minden országában, hogy Európa ma ebből a képzetlen embertömegből nem kér. Mert időkérdése is ez az embertömeg törvényszerűen radikalizálódni fog, hiszen amivel idejött nem éri el. Én néztem a migránsok nyilatkozatát. Állást keresek Németországba, és hozom a családom. Most ezt elmondják egy németnek, annak ugyanúgy kihullik a haja, mint nekem, mert nem óhatja sem az illetőt, sem a családját látni, de szörnyű nehéz, mert a morál és a politikai érdek, cél ütközik. Az Európai Unió tehát kijelenthetjük azt, hogy a migránsokból nem kér, viszont van még egy fejlemény, ami leginkább borzolja a kedélyeket, történetesen a görög lehetséges államcsőd, mert hogy úgy tűnik, hogy az Európai Unió és az eurózóna belőlük sem kér. Most új javaslatokat tettek le az asztalra, azt mondják a brüsszeliek, illetve a hitelezők, hogy soha nem voltak még ilyen közel az álláspontok, de hát ezt is hallhattuk már. Mások pedig azt mondják, hogy Athén túl későn engedett a hitelezőknek. Mi lesz így? Mert hogy most azt mondják, hogy a hét végére talán jön megállapodás. Előleg EU 30-áig meg kéne állapodni. A második, amit a görögök mostanában csinálnak, az irritálja Európát. A Juncker hivatali optimizmusból azt mondja, hogy soha ilyen közel nem voltunk a megállapodáshoz. A német belügyminiszter Friedrich, a német pénzügyminiszter Schäuble, a német kancellár közlik, hogy kicsi az esélye, hogy megállapodunk. Elnézést. Egy hét alatt kétszer összehívták az eurozóna 19 pénzügyminiszterének találkozáját, hogy a görög kérdésről tárgyaljanak. Görögország szegény. Hogy érkezik meg a görög delegáció? Külön géppel. Hol lakik? Obama lakosztályaiba. Tehát irritálja azt a Nyugat-Európát, amelyik megszokta, hogy a pénzért megdolgozik. Én mindig elmondom, hogy egyetemi tanár vagyok, így kimondhatok olyan dolgot, amit egy politikus rémálmában nem mondana ki. Ő egyszerűen arról van szó, hogy a görögök most azt mondják,
hogy hajlandók másfél év alatt 5 milliárd eurót spórolni. Hajlandók a GDP-t idén 2018-ra 3,5%-kal növelni. De azokat a feltételeket, amiket Európa szab és a három nagy hitelező csoport szab, annak a töredékét hajlandók mindmáig végrehajtani. Áfaemelés és nyugdíjcsökkentés lesz például? 13-23%-ra. A nyugdíjnál a korai nyugdíjt hajlandók csak visszavonni, a nyugdíjnál pedig a befizetéseket akarják minimálisan növelni. Végnéztem az összes görög törvénytervezetet. Na most erre azt mondták Európában, hogy ez szükséges, de nem elégséges. Mi a probléma? Két dolgot teltek, én, mint Európa, kizárom a görögöket. Ebben a percben a görögöket odalökjöm az oroszoknak. Nem probléma. De az ország gazdaságilag összeomlik. Ami pénz létezik, azt a bankokból kiszedik. Heti másfél milliárd eurót vesz ki a lakosság. A svájciak letették, hogy kiknek van számlája Svájcban. Semmi nem történt. Az Európai Unió letette, hogy kik a legnagyobb csalók, akik nem fizetnek adót. Mindmáig semmi nem történt, sőt a görög kormány azt kérte két napja, hogy vezessünk be egy olyan jogszabályt, hogy ősszel összejöjjük az európai adósok értekezletét, és a spanyoloknak, portugáloknak, görögöknek, íreknek elengedjük a tartozás jelentős részét. Örjöngenek az európaiak. Tehát máshogy fogalmazva, ha kizárom a görögöket, tönkreteszem őket, és nagyon nehéz helyzetbe hozom az eurót, és többek között az európai valutákat, forintot is. Ha nem zárom ki őket, akkor olyan precedens teremtek, ami nehéz, utolsó megjegyzés. Most először lázadnak a német kormánypárti képviselők, hogy elegük van a görögökből, és újabb segélycsomagot nem hajlandók megszavazni. Tehát olyan új helyzet előtt állok, ahol EU 30-a egyfajta határ lesz, ahol eldől, hogy egy alapvetően alkalmatlan csalással az eurózónába fölvett Görögország maradhat-e vagy sem, de jó megoldás sajnos nincs. Jobb megoldás lett volna, ha már jó megoldás nincsen, az, hogy 2010-ben elengedik a kezüket, mert nagyon sokan azt mondják, hogy akkor is egyfajta érvágás lett volna, de kevésbé fájt volna mindkét oldalnak. Egyetértek, csak hogy mindig a politika abból indul ki, hogy valamilyen megmentés kell. Ha én most elengedem a görögök kezét, az azt jelenti, hogy bevezetik a drakmát, ettől kezdve a durván 320 milliárd eurós tartozásból egy kukkot, egy fillért nem fognak visszafizetni, és ebből azért 60 milliárd német pénz. Tehát a németektől újabb pénzeket kérni, vagy amit a görögök mondanak, hogy engedjük el a tart adósság egy részét, és a jövőbe kelljen fizetniük 20-30-50 év után, ez elfogadhatatlan a hitelezőknek. Tehát ott tartok, hogy most választhatok a rossz vagy rosszabb megoldás közt. 2010-ben sokkal egyszerűbb lett volna, akkor sem vállalta föl az európai politika sajnos, ahogy most nem vállalja föl, hogy a hajókat elsüllyesz a földközi tengeren, holott különösebb tiltakozás nyilvánvalóan nem lenne. Mondhatjuk azt, hogy a görögök részéről ez a fajta meghátrálás, amit látunk, illetve a piacok oldaláról ez a fajta hurrá optimizmus, ez csak egy átmeneti dolog, és lesz itt még fekete leves? Fekete leves mindenképp lesz. A görögöknél látni kell, hogy az emberek kimentek az utcára, hogy maradjon meg az euró. A hurrá optimizmus a piacok részéről pedig azért következett be, mert az amerikai tőzsdék az elmúlt egy-két napban jól teljesítettek, ez jött be Európába. A görögöket még idézőjelben nem áraszták be, mert minden európai szakértő azt mondja, hogy most a görög helyzet 50 az 50-hez. Mondhatjuk azt, hogy a görögök maguknak köszönhetik főként azt, hogy idáig jutottak? A válaszom az, hogy részint igen, részint annak, hogy úgy kaptak kölcsönöket az Európai Uniótól, a valutalaptól, és lehetne folytatni, hogy nem nézték meg, hogy az utóbbi időben a kölcsönökkel a korábbi kölcsönöket kellett törleszteni. A görög politika alkalmatlan volt arra, hogy kivezesse az országot a csődből, az európai politika és a pénzpiacok pedig alkalmatlanok voltak arra, hogy valóban komolyan megnézzék, hogy adhatok-e oda újabb összeget. Tehát a felelősség kölcsönös, idézőjelben ennek a levét most a görögök fogják meginni, így vagy úgy. Várjuk tehát a fejleményeket, hogy mi lesz a hétvégén. Nógrádi György, köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönjük ezúttal is. Ez volt már a Napi Aktuális, de ne felejtsék, holnap este is jövünk, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!